Csütörtökön délután még csak a bérlők voltak a kisvárdai bevásárlóparkban. Egy nappal a nyitás előtt az utolsó simításokat végezték el az üzleteken. A beruházó cég ügyvezetője azt mondta, eddig inkább bérlőként jelentek meg, most viszont bérbeadóként is szerették volna kamatoztatni tapasztalataikat. Megtapasztaltuk a magyarországi kiskereskedelemnek azt a részét, ami mostanában jellemző bevásárlóparkokban folyik a kereskedelem, jellemzően jobb, magasabb szinten. És úgy gondoltuk, hogy ha már szereztünk ennyi tapasztalatot, akkor megpróbáljuk mi is. Megszereztük ezt a telket még pár évvel ezelőtt, és Szalai Barna kollégámmal elkezdtünk ötletelni azon, hogy ki az, akit Kisvárdára le lehetne hívni egy ilyen kereskedelmi központba. Így alakult ki az elképzelés, amit most ma már készen látunk. Drogériát, sportruházatot, cipőértékesítést, elektronikai cikkeket, és hát ugye szerettünk volna egy saját háda üzletet is itt, egy szebbet, nagyobbat. Most egy 3200 négyzetméteres bevásárlópark készült el, amelyben 7 üzlet kapott helyet. Ugyan még most adták át a nagy közönségnek a területet, már a bővítésén gondolkodnak. Dolgozunk a parknak a bővítésén, körülbelül fél éve kezdtük el az előkészítési fázist, ennek keretében további 3100 négyzetméter fejlesztésén, illetve gyorsétterem fejlesztésén gondolkodunk. Ez alapvetően az eredeti elképzelés is, amivel azt gondoljuk, hogy teljesen kompakt lesz ez a park. A megnyitón Sesták Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, ez az újabb kisvárdai beruházás erősíti azt a szándékot, hogy a méreteiben kisváros, nagyvárosi szolgáltatást nyújtson lakóinak és a turistáknak.